Rendhagyó módon szűk körben, mégis nagy nyilvánosság előtt tartották meg kedd délelőtt a Nyíregyházi Egyetemen a Magyar Tudomány ünnepét. A konferencián személyesen csak néhányan lehettek jelen, az érdeklődők ugyanakkor a Felsőoktatási Intézmény YouTube csatornáján élőben követhették az eseményeket. A rendezvény már hosszú évek óta annak állít emléket, hogy gróf Széchenyi István 1825-ben a pozsonyi országgyűlésen felajánlotta egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ebből lett aztán később ugye hosszú evolúciós folyamat kapcsán a Magyar Tudományos Akadémia, és már 17. alkalommal vannak központi rendezvények, és természetesen a Nyíregyházi Egyetem híven a hagyományaihoz idén 17-szer rendez Magyar Tudomány napi ünnepségsorozatot. Az eseményen a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke a fizikai aktivitás és az egészségügy kapcsolatáról tartott tudományos előadást. 20. század elején még fertőző betegségekben hunytunk el, várható élettartam 50 év körül volt, ma már 75 évvel számolhatunk hazánkban, és döntően civilizációs betegségekkel küzdünk, bár most éppen megint egy fertőzővel, biztosak lehetünk benne, hogy ezt is legyőzzük, de azért a lakosság nagy hányadát mégis a szív- és érrendszerű betegségek, daganatos betegségek kínozzák. Azt gondolom, hogy ez egy óriási evolúciós kihívás, a megnövekedett élettartam, hiszen néhány százezer év alatt élhettük el 1900-as évek elejével az 50 éves várható élettartamot, utána pedig 100 év alatt ezt 50%-kal megnöveltük. Nagy biológiai kihívás, evolúciós kihívás. Ez a helyes válasz a fizikai aktivitás. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a Nyíregyházi Egyetem rektora ezúttal is átadta a tudományért, művészetért kitüntetéseket. Az elmúlt évtized kiemelkedő kutatói munkájáért idén Jenei Terézia, az Óvó és Tanító Képző Intézet oktatója, és Fekete István, a Környezettudományi Intézet adjunktusa részesült elismerésben.